Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban még egy kicsit maradunk a szilveszternél, fókuszba kerülnek az eltűnt kutyák és az újévi fogadalmak, de terítékre kerül a Székesfehérvár applikáció is. Tartsanak velünk! Nekünk embereknek buli volt a szilveszter éjszaka, négylábú társainknak azonban rémálommá vált az új év köszöntése. Fehérváron is több száz kutyus kóborolt el, és még csak a napokban várható, hogy előkerülnek szerencsés esetben. Az egyik fehérvári menhely kutyusai között sok akad, aki szilveszter éjszaka és azt követően érkezett a menhelyre. Ők már jó kezekben vannak, és szerencsés esetben rájuk találnak a gazdik. Azonban még mindig rengeteg kutya kóborol az utcán a tűzijátékok, petárdák és más pirotechnikai eszközök hanghatásai miatt. Az ASKA vezetője azt mondja, ez a szilveszter ismét nagyon megnövelte a menhely létszámát. Már 28-án elkezdték a durroktatást, így már aznap is elszöktek kutyák a fel nem készült gazdáktól. Nem lehet a gazdákat szívni, hiszen még mindenki dolgozott, és senki nem nincs arra ilyenkor igazándiból felkészülve, hogy bármelyik pillanatban oda dobnak egy rakétát, vagy oda dobnak egy petárdát melléjük. Ez aztán 31-én fokozódott, tehát az valami kegyetlen volt. De mindezek mellett olyan eseteink voltak, hogy pad mellé kikötöttek kutyát és ott hagyták, tóba esett kutya, szerencsétlen, hogy megriadt és a magas partról bezuhant, és iszonyatos mázlia volt, hogy nem fagyott bele a tóba. Tehát tényleg olyan dolgok történtek, hogy az hihetetlen, és a telefonok azóta folyamatosan szólnak. Rengeteg az elveszett állat, amit még mindig keresnek, akiket szilveszter napján, illetve az előző napokban sikerült befogni, ővelük nem volt gond, mert hogy mikrocsippel rendelkeztek. Tehát haza is lehetett mindjárt futtatni ezeket a kutyákat. Így számos kedvenc már otthonában heverheti ki a megrázkódtatásokat, azonban még mindig sok állatról nem tudják, hogy merre jár, egyáltalán éle még. Az ASKA vezetője arra hívja fel a figyelmet, hogy eltűnés esetén érdemes az illetékes ebrendészeti szolgálatot hívni, a környező kistelepüléseken pedig az önkormányzatnál bejelentést tenni. A kistestű kutyusok 15-20, a nagyobbak akár 30-40 kilométert is képesek eltávolodni az otthonuktól. A nagy megtalálások ideje az ez a hét lesz, meg még a jövő hét. Én minden évben elmondom, hogy a harmadik hét után kell izgulni. Mert ugye az első időszakban elrohannak, és ilyenkor akár még 2-3 napig is mennek. Megállás nélkül, mert egyszerűen riadalom van. Utána viszont lefekszenek pihenni egy kicsit. Akkor van egy ilyen kétnapos pihenő, és utána jön az, hogy megpróbálnak hazajutni. Ami nagyon fontos, hogy akinek elveszett a kutyája, az mindenképpen ugye jelentse, hívja a menhelyeket, posztolja a Facebookon. Molnár Tamásné hozzátette, emellett érdemes plakátolni és pontos adatokat, az eltűnés helyszínét és az elérhetőségeket megadni, hogy minden négylábú mielőbb hazatalálhasson. Rengeteg olyat láttam én is a Facebookon, és nem győztem odaírni, hogy itt van nálam a kutya, írjon rám, aki ráismert. Tehát pontos adatokat, melyik város, melyik utcájába, egy telefonszám, és akkor sokkal előbb össze lehet kapcsolni, mert ahol ilyenek vannak, amikor nekem bejelenti, hogy elveszett a kutya, én már látom az interneten, hogy hol van, és tulajdonképpen felszabadítom az ebrendész autóját, hogy nem kell mennie, mert összekapcsolom az információkat. Ezzel rengeteget tudnak nekünk segíteni a civil emberek, és hát kérem is, hogy tegyék ezt meg. Most milyen a kutya állomány itt nálatok? Mi mindenre lenne egyébként szükség? Hogyan vigyázzunk a házi kedvencekre itt télen? Ahhoz képest, hogy most tavasz van, azért ne felejtsük, hogy tél. Tehát ez az időszak, ez a pár meleg nap, ez tényleg olyan volt, mint egy koratavaszi időszak, de ettől függetlenül egy-két napon belül ismét meg fog jönni a tél. És talán még a szilveszterieknek, akik hamar előkerülnek, ez a nagy szerencséjük, hogy most ilyen jó idő van. Azok viszont, akik ebbe a fagyos időszakba fognak még kóborolni, nekik sokkal nehezebb lesz a helyzetük, a legyengült, éhező, szomjas állatok könnyen megfagyhatnak majd abba az időszakba. Ezért is kell őket mielőbb menhelyre juttatni, hiszen itt mindent megteszünk azért, hogy ezt elkerüljük. Az ASKÁ-hoz folyamatosan érkezik a szalma, takarók, kutyaházak, és ilyenkor az állatokat többször is etetik a menhelyen, mert a hidegben sokkal többen energiát égetnek el. Azt az élelemmennyiséget, amit az állatok nyáron kapnak, ilyenkor duplázni kell ahhoz, hogy ne fogyjanak és ne fázzanak. Thank you.
Sokan tesznek új évkor fogadalmakat. Utána jártunk, hogy mennyire jellemző ez a fehérváriakra. Új év, új szokások, sokaknak ezt jelenti az új esztendő. Utána jártunk, a fehérváriak mennyire hisznek ebben, jellemző-e az újévi fogadalomtétel. Szoktam tenni, de sose tartom be, szóval ez így nálam nem igazán szokott úgy történni, hogy én így ezeket betartom, de mindig szoktam tenni. Régen a tanulással kapcsolatban, meg különböző munkákkal kapcsolatban, ilyen egyszerű dolgokkal. Különösebben nem foglalkoztam, nem igen babonási vagyok, úgyhogy nem nagyon szoktam ezzel. Amit tavalyban megfogadtam, az sikerült, idén most nincs semmi. Hát nem annyira, meg nem hiszem, hogy akarok bármiben is változtatni. Találkoztunk olyanokkal is, akik már egészen fiatalkoruk ellenére is szeretnének változtatni életvitelükön, szokásaikon. Kevesebb olyan anyagot használok, ami környezetet szennyezi, ilyen féléket szoktam. Néha szoktam egyébként, amikor úgy érzem, hogy van olyan dolog, amit meg kéne tennem a következő évben, de egyébként nem jellemző annyira. A fogadalmat tevő körében a legtöbben a plusz kilóktól szeretnének megszabadulni, esetleg káros szenvedélyeiktől, de voltak olyanok is, akik tanulmányi jegyeiken szeretnének javítani idén. Elkezdek edzeni, el is kezdtem, azon kívül nagyon sem. Nekem is sikerült az 5 évben. Elmentem konditerembe, elkezdtem komolyabban focizni, és igazából ez volt. Nem szerzek a suliba rossz jegyeket. Tanulással kapcsolatban is inkább, hogy többet tanulok, úgyhogy ilyenek. Általában mit szokott lenni, leteszem a cigit, leteszem az italt. Hát ez nem nagyon szokott összejönni az embereknek, tehát elsőjén meg igen, mert mindenki másnapos, de másodikán azért előkerülnek itt a sörös üvegek a rejtekhelyükről, és mindenki hörpint egy nagyot. Nekem ilyen problémám nincs, nem dohányzom, hála Isten, felesége meg nem engedi, hogy igyak, úgyhogy ezek nálam nem játszanak, de igazából szerintem ideig, óráig próbálja. Ha valakinek jobban sikerül, az óriási siker szerintem a mai világban, de felnőtt korban nem nagyon változunk, valljuk be őszintén, megvannak a szokásaink, és ez alapján éljük. Most az, hogy van egy ilyen újévi fogadalom dolog, szerintem ez nem egy nagy dolog, tehát szerintem túl lendülnek ezen az emberek, és minden megy a régi kerékvágásba. Mindemellett pedig több rendszeres interjú alanyunk is vallott arról, mi az, amit megfogadnak az új évben, és elmondták azt is, mekkora sikerrel szokott ez járni náluk. Nem fogok ennyit dolgozni jövőre. Halálra dolgoztam magamat idén, jövőre nem szeretném. Az időm nagy részét a gyerekeimmel akarom tölteni, mert gyorsan megy az élet, és hiába dolgozunk, hiába hajtjuk a pénzt, évvégére rájövünk, hogy nem ér semmit. A legfontosabb szerintem ezért az, hogy együtt legyünk, és játszunk, és élvezzük ki ezt a pár évet, ami még hátra van itt az életben. Nem jellemző rám, hogy újévi fogadalmat tegyek. A mi életünk az arról szól, hogy folyamatosan próbáljuk keresni azt a jót, amit hitünk szerint az Isten kér tőlünk. És ez nem annyira azt jelenti, hogy különböző fogadalmakkal próbálom a gyengeségeimet kontrollálni, vagy azokat kipótolni, hanem arról szól, hogy ismerjem föl az Isten jelenlétét, és próbáljam meg az ő jelenlétében élni a magam életét. És ha ez úgy tetszik, ez egy folyamatos fogadalomtétel, egy állandó megújulás, egy állandó törekvést kíván meg az embertől. Én erre törekszem, és ezt próbálom megélni. Nyilván nem mindig egyforma sikerrel. Emberek vagyunk, és néha jobban megy, néha kevésbé jól megy, de erre törekszem, és a következő évet remélem, hogy ennek a jegyében tudom majd megélni. Ritkán teszek fogadalmat, hogyha az a kérdés, hogy milyen szerencsét kívánok a 2022-es évre, akkor talán azt kívánom, hogy ahogy már 21-ben visszakaptunk sok mindent az életünkből, ami 20-ba elveszett, kapjunk még többet vissza 22-ben, mint 21-ben, és megint tudjunk egy kicsit többet együtt lenni, többet mosolyogni, több legyen a vidámság, a jókedv, és természetesen az egészség. Ha ez megvalósul, akkor szerintem szép év elé nézünk. Akár teszünk fogadalmat, akár nem, a megszólalók abban egyetértettek, hogy egész évben törekedni kell a kiegyensúlyozott, egészséges életmódra.
Az Alba Innovár koordinálásában 2020 tavaszán megjelent a Székesfehérvár applikáció, melynek legújabb fejlesztéseiről fogunk a következő percekben Laufer Tamással beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok, üdvözlöm a nézőket. No, hát olyan még nem volt, hogy egy műsorban telefon van a kezemben, de most muszáj lesz, mert az applikációról fogunk beszélgetni. Aki is vegyem elő a saját. Ha gondolod előtt. Talán inkább szóba csetelünk. De hogyha majd végigmegyünk a menüpontokon, akkor megbeszéljük részletesebben. No, én ha jól tudom, akkor talán a vírushelyzet hozta ezt az egészet létre, hívta életre tavaly, előtt most már. Hát... Őszintén szóval akkor még a vírussal nem kalkuláltunk, tehát nem voltunk annyira előrelátóak, mint ahogy egyes konteóban vannak, hogy már fél évvel, hiszen ezt már korábban el kellett kezdeni fejleszteni. Tehát a vírus megjelenése előtt ti nyár végén döntöttük el, hogy ezt az alkalmazást kifejlesztjük. Lehetőséget adott rá, hogy az Alba Innovár önkormányzati források mellett vállalati forrásokat is tud szerezni, és akkor az egyik pályázatunkba egy meglepetést akartunk szerezni a városnak, hogy most nem konkrétan a fiatalokat képezzük és oktatjuk, vagy akár a pedagógusokat, hanem hogy a város lakosságainak egy olyan valamit fejlesztünk, egy olyan platformot, amivel valahogy jobb lesz az életszínvonalok, élhetőbb lesz az életük, és ezt felajánlottuk a városnak használatára, és ez pont egybeesett szinte azzal a karantén kezdettel, ami ott másfél évvel ezelőtt, közel most már két évvel ezelőtt márciusban volt. Igen, igen. Én emlékszem, hogy mikor megjelent, rögtön le is töltöttem, és nagyon örültem neki, és jó, akkor még kezdetleges állapotban volt, de már akkor is jó volt látni, hogy ott vannak a hírek, hogy például polgármester úr kirakott egy közleményt azokról az intézkedésekről, amikről ugye döntést kellett hoznia, és akkor rögtön minden itt volt a telefonon. Tehát nagyon jó, hogy kéznél van, és ugye azóta azért sok fejlesztés történt. Beszéljünk arról egy picit, és hát ugye azt se felejtsük el, hogy megyei jogú városok közül talán elsőként van nálunk ilyen, ha jól tudom. Abszolút igen, és azt gondolom, hogy ez már nem az első, ez a digitális oktatás vagy a digitalizáció területén, ami Székesfehérvár egyfajta mintaváros, és itt hangsúlyoznám a mintát, és nem az, hogy pilot város, mert százezres városon úgy pilot az egy nagyon kockázatos dolog lenne, meg nagyon gyorsan visszaüthetne. Tehát amilyen megoldásokat mi általában beviszünk a város életébe, azok már valahol kipróbáltak, vagy kitesztelt rendszerek, és pont ez az alkalmazással is azt csináltuk, hogy először hangsúlyozottan az első hónapokban csak egy szűkebb körnek és szűkebb funkcionitással teszteltük, hogy amikor ténylegesen elkezdődött, tehát durván egy évvel ezelőtt össze, amikor ténylegesen elkezdődött a használata, akkor már stabil legyen az alkalmazás, robosztus, tehát az, hogy egyszerre sok ezren kezdik használni, vagy adott esetben sok tízezren is, akkor is megbízhatóan lehessen használni. Mik a tapasztalatok egyébként azóta? Mindjárt, tehát amikor kezdtünk, utána nem sokkal, olyan 3000-en, tehát néhány hónapon belül 3-4000-en regisztráltak rá, azóta ez megduplázódott. Valójában egy kicsivel többet szerettünk volna elérni, tehát ugye azért Székesfehérváron 100 000 ember lakik, és még több dolgozik, és én azt gondolom, hogy mostan nagyjából majdnem mindenkinek van okos telefonja, de nem hiszem, hogy nagyot mondok azzal, hogyha legalább 70 000 okos telefon lehet a 100 000 embernek, de szerintem, mivel vannak olyan emberek, ismerek, talán magamat is, akinek akár 2 okos telefonja is van, tehát, de ez mondjuk ebből a szempontból nem feltétlenül szükséges, de a lényeg az, hogy biztos, hogy van 100 000 okos telefon Székesfehérváron. Tehát valahol én azt gondolom, hogy az lenne normális, hogy több tízezren használják ezt a rendszert. De amire tudják már használni, és teljesen jól működik, és engem meg is tepett, hogy ez a funkciója lett a leghatékonyabb, az a probléma bejelentés. Uh-huh. Azt hozzá kell tennem, hogy egyből csatlakozott hozzá 3 közmű, tehát a városgondosság, a depónia és a fehérvíz. Uh-huh. Ugye őket is ki kellett képezni, hiszen ott is olyan emberek voltak adott esetben, akik digitalizációval korábban nem találkoztak, és meg kellett érteniük nem csak a lakossági kezelőfelületet, hanem azt a kezelőfelületet, ahol ők feltölthetik a különböző közléseiket. De
beszélni fogunk még ezekről a közművekről, de ami igazából működött, a probléma bejelentés, az, hogy ki lehet választani, hogy milyen típusú problémám van, hogy a városgondosság, fehérvíz, depónia, vagy önkormányzat, vagy egyéb típusú problémák vannak, és akkor lehet fotózni, tehát az, hogy magával a készülékkel bárhol vagyok, készítek egy képet, hogy kidőlt egy fa, vagy kidőlőbe van, rossz egy csatornafedél, egy lámpa kiégett, tényleg nagyon sok csőtörés van, besüllyedt az út, tehát kátyú van, stb. És ugyanakkor ez a funkcionalitás kiegészült azzal, hogy a városgondosság is a saját rendszerét hozzáidomította az alkalmazásnak a rendszeréhez, és ma már a telefonon bejelentés, a weben keresztüli bejelentések és az alkalmazás bejelentések az alkalmazásnak a felhőjében mennek be, és ezért sokkal hatékonyabban tudják kezelni, tehát az összes közmű igazából Fehérváron belül, hogyha valakinek valami problémája van, akkor egyből kap egy visszajelzés, hogy akkor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, és amikor a probléma megoldódik, vagy valami más javaslat van a megoldásával kapcsolatban, akkor arról is kapnak egy tájékoztatást. Tehát magyarul, aki bejelenti, az nem csak abban lehet nyugodt, hogy valaki ezzel foglalkozik, hanem tényleg láthatja azt, hogy kb. Hány napon belül tudja a város megoldani azt a problémát, amit bejelentett. Tehát ez egy nagyon menő funkcionalitása. Napi 10-15 bejelentés az folyamatosan érkezik ezzel kapcsolatban. Látok itt egy térképet is hozzá egyébként. Igen. Mutatom a nézőknek is, nem tudom mennyire látszik. És akkor itt van, hogy beküldött, meg megoldott. Tehát akkor ezek szerint nyomon tudja követni. Igen, ez ugye az egyénre vonatkozik, tehát például a te regisztrációdra vonatkozó, hogy te hány ilyen problémát küldtél be, és abból mennyit oldottak meg. Illetve vannak olyan problémák, amik néhányan csak tesztelik a rendszert, őszintén én is csak néha teszteltem a rendszert, és akkor visszaírták, hogy ez nem probléma. Tehát, hogy úgy mondjam, humora is van igazából, de én azért nem javaslom, hogy a humorát teszteljük, hiszen ez egy, bocsánat, egy éles és komoly rendszer, tehát, hogy én azt gondolom, hogy úgy is kell használni, ami lehetőséget ad. Fontos ugye, hogy a hírek megjelennek. Hát én már reggel, hogyha kezembe veszem a telefont, rögtön van egy olyan, új hír érkezett. Igen, ebben volt egy olyan újdonság, hogy sikerült. Tehát még egyszer a platformot mi szerkesztjük, illetve szerkesztettük, és most lesz egy nagy megújítás a platformnak, majd néhány szót erről is váltunk talán, viszont van két tartalomszerkesztője az egész rendszernek, úgyhogy az összes hírek, a legfrissebb hírek, vannak speciális hírek, van külön megállapodásunk a Fehérvári médiával is, vagy a Székesfehérvári TV-vel is, tehát a legérdekesebb riportok, akár műsorok, vagy műsor részletek, azok szintén követhetők, tehát aki éppen nincs tévé közelébe, vagy nagy képernyő közelébe, tehát ilyen számítógép közelébe, akkor ő saját maga a saját telefonján, okos telefonján keresztül is végignézhet műsorokat, tehát ez most egy nagyon, nagyon jól működő funkcionalitása, és én is nagyon hasznosnak tartom, hogy amikor reggel fél nyolckor megcsőrem, vagy megvillan a telefonom, akkor ránézek, és akkor tényleg a legfrissebb 4-5-6 hírt az ember megtudhatja, amiben benne van a sport is, benne van az egyéb közéleti hírek is, meg benne van minden olyan hír, ami fontos lehet. Meg például az útinform, ami nem olyan elhanyagolható reggel egy indulás előtt. Ha már így az útinformról beszélünk, én azt mindenképpen nagyon fontos funkciónak tartom, bár ez körülbelül nyárra lesz kész. Itt igazából arról várunk, hogy Székesfehérváron minden busz fel legyen szerelve egy GPS-szel, tehát egy követővel. És ugye a követő segítségével meg tudjuk csinálni majd, hogy beintegrálunk egy olyan egy funkcionalitást az alkalmazásba, hogy lássák a lakosság lássa, és azt gondolom, hogy ez a fiataloknak, de tulajdonképpen a nyugdíjasoknak is szerintem kritikus lehet, mert ott a percek is számítanak a fiataloknál, különösen reggel, hogy most hány percet késik az a busz, mondjuk, hogyha az Öreghegyről indul, vagy akár a Feketehegyről indul, vagy esetleg kimarad az a busz, és akkor egy másik járatot, vagy másik technikával, vagy technológiával, vagy akár gyalog is, vagy rollerrel, stb. Bemehet a városba, és
Ez bár nekünk hihetetlennek tűnik, mert meg én már lehet, hogy el is felejtettem, hogy milyen volt, amikor gyerek voltam ebből a szempontból, de azt hiszem, hogy az 5 perc még számít, tud számítani még, hogy na akkor még visszavekszem még egy 5 percet, mert tudom, hogy 5 percet késik az a busz. Tehát, hogy lesz egy ilyen funkcionalitás is, de ez az alapgondolat, még egyszer, amikor ezt az egészet kialakítottuk, akkor az volt, hogy hogyan lehet a lakosságot jobban szolgálni. És például úgy lehet, hogy én értesítést kapok, hogyha nincs víz, vagy ha nem lesz víz, vagy mikor nem lesz víz. Jó néhány alkalommal sajnos előfordul, mert váltakoznak az évszakok, és így a föld mozgása is változik, stb. A lényeg az, hogy tönkre mehetnek csövek, jön egy csőtörés, és általában a csőtörés nem akkor szokott megtörténni, amikor már ott is van a javítása, hanem mondjuk előtte órákkal, vagy előtte levő nap, de nagyon jól javítják egyébként a városban saját tapasztalataim szerint. És mondjuk éjjel van egy csőtörés, és ezt detektálják hajnalba, akkor kapok egy értesítést, hogy 8 órától 12-ig várhatóan nincs víz, akkor felkelek mondjuk 6 órakor, és nyugodtan le tudok zuhanyozni, vagy 7 órakor. És nem az van, hogy mondjuk valaki mondjuk 8 órakor zuhanyozna le, de akkor már nem jön víz egészen 12-ig. Na például egy ilyen segítséget már tud adni, és ugyanez igaz tulajdonképpen villanyra, ugyanez igaz szemetet mikor szállítják, főleg az ünnepnapoknál, tehát hiába figyelmeztet előre a depónia, de ettől függetlenül én is beleesem nyilván abba a dologba, mert ember vagyok, és ebből a szempontból egy kicsit lazán kezelem a dolgokat, hogy biztos mindig kedden jön, mert hozzánk kedden szokott jönni, de nem biztos, hogy december 31-én, január 1-én, 24-én, 25-én decemberben, akkor pont akkor jön. Uh-huh. És hogyha nem akkor jön, akkor kitezzük a kukát, azt utána visszavesszük, és egy hét múlva újra próbálkozás. De most kapunk egy értesítést, hogy mikor jön adott esetben adott címre a kukás autó. Uh-huh. Tehát, hogy ezek voltak az apropói, hogy legyenek meg ezek az alapfunkcionalitások, és nyilván folyamatosan bővült, és most is bővül olyan szolgáltatásokkal, amitől csak egyre kényelmesebbé válik az életünk. Egyet-kettőt akkor ezek közül okay. Még említsünk, hogy mi az, amivel bővül. Hát ugye a híreket megemlítettünk, de a hírek mellett van egy olyan felmérés lehetőség, kérdőszerűség, amikor meg lehet kérdezni, egy interaktivitást lehet a városlakók folytatni, hogy például, amikor tavaly volt virágverseny, nyáron szokott lenni ugye egy ilyen virágverseny, akkor az alkalmazással lehetett szavazni, hogy a melyik ugye Székesfehérvár történelmi belvárosában szokták ott kiállítani a virágosok, és akkor ott az alkalmazása lehetett eldönteni, hogy ez legyen a legjobb, vagy az legyen a legjobb, de nyilván ugyanúgy lehetne szavazni, mint amit most adott esetben más közösségi oldalon tesznek meg, de míg az alkalmazáson sokkal jobban követhető, sokkal fókuszáltabban lehet ügyeket intézni, hiszen minden lakos regisztrál, és minden lakos saját maga húzza be, hogy őt milyen hírek érdekli. Minden lakos saját maga húzza be azt, hogy milyen szolgáltatás érdekli. Mert például a Szép Hőnek a szolgáltatása nem feltétlenül érdekel mindenkit, akkor én nem húzom be, hogy én ne kapjak a Szép Hő szolgáltatásával kapcsolatban semmiféle értesítést. De a lényeg az, hogy fel lehet mérni azt, hogy tehát a városlakóknak mi a gondolata, és én azt gondolom, hogy ezekről a közösségi platformok, amik véleményem szerint sokkal inkább propaganda célúak, például a Facebook, azok legyenek propaganda célúak, vagy használják más egyéb dolgokra, és az volt a célunk, hogy létrejön egy olyan Székesfehérvár alkalmazás, amire csatlakozhatnak mások is, ami most meg is történik egyébként, mert van egy ilyen mesélőváros program, ami néhány hónapon belül, mert most is az okos térképen egyébként rajta vannak bizonyos pontok, de a mesélőváros új, hogy úgy mondjam, alkalmazásokkal, vagy új funkcionalitásra fog végigvezetni bennünket a városon, és régi képeket fog bemutatni, történeteket fog azzal kapcsolatban elmesélni, de erről én nem is tudok annyira mesélni, mint a Nagy Judit, aki ennek az egésznek a anyja, hogy így mondjam, az egész koncepciónak, és ő viszi ezt, vagy az ő segítségével visszük ezt végbe, tehát ez a funkcionalitás kb. Fél év múlva lehet elérni, és folyamatosan
hozunk be, tehát ott van az okos térkép funkcionalitás, ugye a városkártya már most létezik, tehát ez már használható lenne, most kezdjük el, tehát ez pont a Covid miatt nem volt szerencsés még bevezetni, de most kezdjük majd bevezetni, és az első között a vendéglátó egységek lesznek, de már a jégkorong csapat is jelentkezett, hogy ő mindenképpen szeretné érvényesíteni azt vagy bevezetni azt a lehetőséget, hogy a szurkolók azok kedvezményekhez juthassanak a városkártya használatával a jégkorong mérkőzéseken, vagy adott esetben relikviák vásárlásánál. Tehát én azt gondolom, hogy folyamatosan bővül. Most így hirtelen még mondjuk az eszembe jut, hogy nyilván az alapvető információk, akár orvosi információk, Covid-dal kapcsolatos információk is rajta vannak, de például az okos térkép azt is megmutatja, hogy hol vannak defibrillátorok a városon belül. Tehát, hogyha valakinek szüksége van tényleg nagyon valamire, azt meg tudja találni. Tehát tényleg ez valami olyasmi, mint régebben ilyen papíron volt egy ilyen évente frissített ilyen info, Fehérvár info, vagy valami hasonló, és akkor ott lapozgathattuk, meg keresgethettük benne azt, hogy most hogy mit akarunk megtalálni, akár a házi orvos, vagy a valamilyen szolgáltató, csak ugye ez elavult, meg ráadásul éven belül azt nem is lehetett frissíteni, tehát ami információ ebbe az alkalmazásban van, az mindig a legfrissebb. Az biztos, hogy akkor minden egy kézben van a telefonunkon. Események is például. Innentől kezdve pedig bővebb formában. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és meséltél, és várunk majd legközelebb is, és hasonló témáról is beszélgessünk majd. Köszönöm. Ó, szívesen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Tartsanak velünk jövő héten is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!